A nacionalizmust bírálta az Európai Néppárt csúcsjelöltje az Euronewsnak adott interjújában. Manfred Weber szerint a Brexit megmutatta, milyen tragikus eredményekhez vezet a felelőtlen politizálás. A nacionalizmus visszatért Európába. Mindig azok a leghangosabbak, akik egoista perspektívából szemlélik a dolgokat. A Brexit egy kész tragédia, ám segít nekünk abban, hogy lássuk, hova vezet az, ha a populizmusra voksolunk, ha az EU-ból való kilépés mellett szavazunk. Világos üzenetet küld számunkra, hogy ezerszer jobban járunk, ha megreformáljuk Európát, mint ha kilépünk az EU-ból, és ezzel tönkretesszük azt. A politikus szerint az elmúlt évek válságai ellehetetlenítették az EU tervszerű fejlődését. Az elmúlt tíz évben három válságos pillanatnak is tanúi lehettünk. Ott volt az euróválsága, a menekültválság, a Brexit. Mind a három dolog lehetetlenné tette, hogy a jövővel foglalkozzunk. Véget kell vetnünk a válságkezelés időszakának, és új, optimista fejezetet kell nyitnunk végre. Egy csütörtökön nyilvánosságra hozott felmérés alapján a német választók nagy része szerint Webernek kellene váltani a Jean-Claude Junckert az Európai Bizottság élén.